És akkor folytatjuk a beszélgetést Nagy Lacival. Hát ugye idén is megtartod ezt a kézistábort, ez már hagyomány. Mi ennek a kezdeményezésnek a végcélja? Hol tart ennek a rendezvénynek a fejlődés és a fejlesztése jelen pillanatban? Idén hatodik alkalommal kerül megrendezésre a Nemzetközi Nagy László kézlapdatábor. kezdeményezés baromi egyszerű, én, én imádok a, a gyerekek közelében lenni, és hogyha megadatik a gyerekeknek egy ilyen lehetőség, hogy az én személyemben a tábor első napjától az utolsóig én velük tartózkodom, tehát edzem velük, ebédek, reggelizek és a fakultatív programokban is részt veszek, akkor azt gondolom, hogy számukra egy akkora élmény nyújt ez, és esetlegesen, hogyha valaki konkrétan a kézabda pályafutása felé kacsingat, akkor egy óriási lökést adhat neki. Úgyhogy természetesen a legelső és legfontosabb az, hogy a gyerekek jól érezzék magukat a táborban, rengeteget tudjanak tanulni a kézabdából, emellett az egészséges táplálkozás is egy, egy fő része lesz, és egy kis sztár a sztár játékosnak az érkezésével, azt gondolom, hogy annak a tábornak a színvonal az továbbra is nőni fog. Na például idén Meglepetés, viszont az elmúlt táborainkban ugye az Iker Romero részese volt a tavalyi Veszprémi tábornak, kint korábban még Barszánában csináltam, akkor a Viktor Tomasz, az André Csepkin, illetve a Csavi Pascual, aki a Barszának az első számú edzője, úgyhogy, úgyhogy lesznek idén is. Tehát külföldről is érkeznek. Külföldről idén is, is, így uh -huh. meg Magyarországról is lesznek játékosok. Uh, idővel lehet, hogy ebből egy egész éves bentlakásos suli is ki fog nőni? Egy felmerült, nagy László is iskola? Felmerült a fejemben, voltak is, nem is mondom, hogy megkeresések, de, de konkrét elképzelések. Jelenleg ezzel az egyhetes ciklussal számolunk, hogyha a jövő úgy alakítja, hogy, hogy lenne rá kereslet, akkor mindenféleképpen elgondolkodnék a, a dolgom, már pedig azért is, hiszen építeni kell a, a jövő magyar kézabdázóit, és azt gondolom, hogy egy-egy ilyen kiugró lehetőség mindenféleképpen pozitívan hatana a magyar kézabdára. Egyébként te hamar kiszúrod az extra tehetséget az egészen kicsi gyerekek között is? Természetesen ugye egy hét alatt azért nem várhatunk olyan ö, nagy fejlődést, viszont látjuk, illetve a visszajelzésekből halljuk, hogy, hogy a gyerekeknek a, a szemlélete, illetve a hozzáállása megváltozott, úgyhogy ezáltal már egy óriásit nyertünk mi is, meg szerintem a szülők is, illetve a gyerekek is. Azokon tudjuk észrevenni, akik rendszeresen járnak vissza a táborokba, mert hála Istennek a, a versenyzőink 70-80 a visszatérő vendég, úgyhogy ez is elmondja a tábornak a, a hangulatát, a, 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 a színvonalát, és ezeken a valóban, gyerekeken valóban látjuk azt, hogy, hogy, hogy fejlődnek ez is mutatja, hogy, hogy jó kézzelben van mind az országunkban, jó nevelés van az országunkban, úgyhogy így tovább. És azt mondd meg végül, hogy a korszerű, játékot figyelve is jól láthatod, hogy a sportág magasodik, és szerinted általában itt is jellemző lesz az, mint a kosárban, ugye annak idején te is ott kezdted volna, hogy mondjuk úgy 20 év múlva a kézisportot általában is azok a magasságú emberek fogják jellemezni, amilyen most te vagy? Ö, nagyon jó a kérdés, és, és, valóban fejembe is meg... Tehát meg már a kiválasztásra is mondjam, Így van, hogy a kiválasztásra, igen. igen, egy nagyon egyszerű például lehet, hogy Magyarországon a kosárrasok biztos, hogy is meg kézabda belkekben nem. Egy Roberto Duenas nevezetű spanyol vállalatot kosárlabdázót úgy szúrták ki az autóbusz megállóba a magassága miatt, és akkor mondták, hogy ö, nem jönnél le egy kosárlabdázés és és megmondta a vállát, azt mondta, hogy igen, válogatott, illetve a bajnokok Ligá egy győztes kosárlabdázó lett belőle. Szóval igen, maga, nagyon fontos. Ez igen, lesz a kézilabdánál is. Igen. Na hát akkor jó tábort neked, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és ami a legfontosabb, hát nyerjétek meg a bl -t. Köszönjük szépen, azon leszünk. Köszönöm, hogy itt voltál.